Sziasztok! Ez itt az ASK Akadémia Java Junior videókurzusa, és itt akár egyedül is elsajátíthatod a Java programozási nyelvnek az alapjait. Ha nem csak hobbiból gondolsz a programozásra, hanem karriert is építenél rá, akkor ajánlom be hétvégig is 6 fős csoportjainkat, ahol teljesen kezdő szintről egy év alatt egy professzionális szintet elérhetsz, amivel már el tudsz helyezkedni programozóként. mai részben megnézzük a Stream api a Map metódust, mint mindig a témáknak az időbélyegzőit, azt megtalálod itt a videó alatti leírásban, amivel az adott témára ugorhatsz. De mielőtt ezt megtennéd, csak egy gyors emlékeztető, hogy ne felejts el a feliratkozói harangra kattintani, hogy értesülhess az új részekről, és ne maradj le a legújabb magyarázatokról. Nézzük meg, hogy meddig jutottunk az előző részben. Felépítettünk egy adatmodellt, aminek a legkülső osztálya az a kontrakt, ami egy szerződést reprezentál a rendszerben. Ez igazából három mezőből áll, egy dátumból, dátumobjektumból, ami leírja, hogy mikor lett aláírva a szerződés, egy signé, person típusú mezőből, ami az aláírót tartalmazza, hogy kiírta alá a szerződést, és egy textből, ami egy string, tehát ez maga a szerződésnek a szövege. Ha megnézzük a date osztályt, akkor az pedig nem más, mint három egész szám, év, hónap, nap, és hogyha megnézzük a person osztályt, az nem más, mint egy név, egy születési dátum, anyaneve, magasság és tömeg, testtömeg. Ezeket tartjuk nyilván egy személyről. És ahogy láthatjátok, a név és anyaneve, az ugyanolyan típusú, egy ném típusú osztályból áll, ami nem más, mint három darab szöveg. Keresztnév, középső név és a vezetéknév és írtunk egy mély metódust, ahol létrehoztunk néhány szerződést, egészen pontosan ötöt, különböző mintaadatokkal. Utána kiiratjuk mindegyiket egy új sorba a standard kimenetre, és utána megnéztük legutoljára, hogy a filter metódus, mint egy köztes művelet, és a forage metódus, mint egy lezáró művelet, hogyan tudtak együttműködni, és hogyan tudtunk egy feladatot elvégezni ezek segítségével, a feladat pedig az volt, hogy gyűjtsük ki, filtereljük azokat a szerződéseket, aminek az aláírási dátuma, a, a, dátumnak a hónap része az június vagy az előtti. Tehát az év első felében írták alá. És a forítsnak pedig átadtunk egy konzumert, ami méghozzá egy metódus referenciával, amit az előző részben megnéztünk, ami a két-kettős ponttal ugye rendelkezik, ez a szintaxisa. Vagyis ez egy olyan fogyasztót adtunk át, amit ugye minden elemre, ami maradt a streamen belül, arra végre kell hajtani. Kiszűrtünk elemeket, és amik maradtak, azokat mind kiíratjuk a standard kimenetre. Ha lefutatom, lefuttatom ezt a programot, akkor láthatjuk is, hogy ez kerül a standard kimenetre. Ugye kiírtuk az öt szerződést először, kiírtuk ezt a fix szöveget, hogy a júniusban vagy azelőtt aláírt szerződések, és egyetlen egy darab maradt, miután ezt a stream költük, átküldtük. Méghozzá ez 2000 január 5-e, hogy a január az egyetlen olyan hónap, ami június vagy az előtti. Az összes többi szerződés az ugye az utáni, szeptember, október, november és december. És akkor itt láthatjuk ennek a részleteit. És a mai részben szeretnék egy új metódus megmutatni nektek, méghozzá egy újabb köztes műveletet amit ide is fogok írni a köztes műveletek közé, ez pedig nem más, mint a map. Bizonyos szempontból hasonló a filterhez, de mégis jelentősen más műveletet hajt végre. A hasonlóság az abban merül ki, hogy mind a kettő egy köztes művelet. Tehát, hogyha a stream it használjuk, és például egy collection-ből kiindulunk, egy listából, mint itt, szerződéseknek a listájából, akkor a filtert is egymás után meg tudtuk hívni, ilyen fluent API módszerrel, hogy pont filter, pont filter, pont filter, és mindig tovább szűkítettük a, az elemeit ennek a folyamnak. A map is egy ilyen, amit egymás után többször is meghívhatunk, de szöleges mennyiségben. A map az itt nem, nem, a térképre kell gondolni, amit ugye szó szerint jelent, hanem ez inkább a ilyen térképezés, inkább ilyen megfeleltetés, egyfajta transformációt kell alatta érteni kap bemenetként egy valamilyen típusú adatot, és ezzel valamit kezd, és egy másik típusú ad vissza. Nem feltétlen kell, hogy más típusú legyen, tehát teljesen belefér az is, hogy ugyanilyen típusúak lesznek. Először erre szeretnék egy példát mutatni, ahol mondjuk a szerződéseket, szerződésobjektumokat, azokat áttransformáljuk, de úgy, hogy a szövegezésük az csupa nagybetűs legyen. Jó, ez lesz az első példa. Ki is írom először a standard kimenetre, hogy szerződések csupa nagybetűvel. És akkor nézzük meg, hogy hogy tudjuk ezt megtenni. Ugye van a Contracts nevű listám. Ez az a lista, ami tartalmazza mind az öt szerződésobjektumot, kontraktobjektumot. Ebből fogok kiindulni. És mivel múltkor is beszéltünk róla, de ezt érdemes szerintem még egyszer meg átismételnünk, hogyha egy streamet használunk, ami egy bizonyos gyűjteményre támaszkodik, hogy hiába hajtunk rajta végre filter, map, egyéb műveleteket, meg for each, ilyesmiket, az eredeti collection, amiből, amiből kiindulunk, az ennek hatására nem fog megváltozni. Tökéletesen ugyanabban az állapotban marad, mint eredetileg, tehát Ugyanaz az öt kontraktobjektum az továbbra is benne van itt. Ezt meg is tudom mutatni azzal, hogy azt mondom, hogy contracts.stream.forage, tehát hogy csak annyit csinálok, hogy kiíratom, system.out, 2.2.printelen, Csak annyit csinálok, hogy kiíratom a standard kimenetre. És akkor itt látható, hogy kiírattuk azt, hogy a szerződések csupa nagybetűvel, és még mindig benne van mind az öt elem ebben a gyűjteményben. Persze most még nem csináltuk meg a feladatot, ugye maga a szerződésnek a szövege az most még az eredeti, tehát csak a mondat elején van nagy betű, de az összes többi az kicsi. Csak szerettem volna szemléltetni, hogy a kontrakt, az még mindig ugyanaz a lista, mindig ugyanazt az ötelemet tartalmazza. Igazából ezt a forítset, ezt meg is tartom itt a végén, mert végül szeretném kiíratni majd a standard kimenetre, tehát ez lesz megint a lezáró műveletem, de előtte most szeretném a mepet is bemutatni, tehát, hogyha azt mondom, hogy contracts.stream.map, ugye az igazából mindegy, hogy ide a sor végére írom, vagy a sor elejére. Sokszor, amikor a stream apit használjuk, akkor sortöréseket szoktunk használni, hogy minden egyes művelet külön sorba kerüljön, és picit olvashatóbb legyen az egész. De ez nem változtat az egésznek a lényegén. A map, hogyha megnézzük, hogy mi a javadok ehhez, akkor azt láthatjuk, hogy hogyha bejövök ide, hogy a map az egy function vár bemenetként, aminek az a neve, hogy mapper, de egy function hogyha visszaemlékeztek arra a részre, ahol beszéltünk a funkcionális interfészekről, és hogy mi a négy legfontosabb, amit fejből érdemes ismerni, akkor meséltem nektek a consumerről, a supplierről, a functionról, illetve a predicate-ről. Ezeket gyakran használjuk function volt az, ami egy olyan metódus lényegében, hogyha megnyitom ennek is a forrását, akkor ez egy olyan interfész, aminek egyetlen egy abstract metódusa van, amit úgy hívnak, hogy apply, de a neve az lényegtelen igazából. Ami fontos, hogy egy T-típusú bemenetet kap, és egy R-típusú egy R-típusú értékkel fog visszatérni. Tehát T megy be a dobozba, R jön ki onnan. A T meg az R, az lehet ugyanaz is. Tehát elképzelhető az, hogy én egy stringet adok oda ennek a metódusnak, és egy stringet is fog visszaadni. Tényleg meg az R az megegyezhet, nem feltétlen kell, hogy különböző legyen, de az is lehet, hogy én stringet adok bemenetként, és egy integerrel fog visszatérni. Ugye ez az, amit függvénynek hívhatunk, magyarul a function -t. Egy ilyen típusú bemenetet vár a map metódusunk. Tehát egy olyan névtele metódus, egy olyan lambda kifejezést kell a map metódusunknak átadni, ami egy tetszőleges bemenetet vár, és egy akár egy másik típussal fog visszatérni. Itt most ugye ez a stream, amit használunk, ez egy contract stream, tehát olyan stream, ami contract objektumokat fog nekünk adogatni, a folyam contract objektumokat tartalmaz, hisz egy kontraktokat tartalmazó listából hoztuk létre. És a stream az csak azt csinálja, hogy veszi az adatforrásból az adatokat, és ezeket egyesével adogatja nekünk, és különböző műveleteket végrehajthatunk rajta. Ez most kontraktobjektumokat fog adogatni, tehát a mapnek is egy kontraktobjektumot fog bemenetként adni. Ezt hívhatom csak c például, de akár ki is írhatnám, hogy kontrakt. Most itt törekszem a tömörségre, úgyhogy csak C-nek hívom. Itt a lambda kifejezéseknél sokkal inkább megengedett az, hogy rövidítéseket használjunk, hisz pont az a lényege, hogy rövidítsük itt a kódot, és mivel az első sorban látszik, hogy most szerződéseken megyünk végig, ezért a egyen lejjebb lévő sorban a C az elég jól leírja, itt ilyen távolságban, hogy ez most egy szerződés, tehát itt nem kell igazából túl hosszú neveket használni, mondjuk a kontrakt se túl hosszú, azt az is még beleférhet, de most C-t fogok használni. És akkor itt meg kell adnom a jobb oldalon, hogy mi a leképezés, tehát ez a function, ez mit kezd ezzel a kontrakttal. És igazából azt fogja kezdeni, hogy készítek egy újat, egy új kontraktot. A kontraktot úgy tudok csinálni, hogy kell egy a szerződésnek az aláírási dátuma, kell az aláíró, és kell a szöveg. A signed date kell először megadnunk, azt a régiből, a C-ből lekérdezem, utána kell megadni az aláírót, azt is az előzőből lekérdezem, és igazából az aláírás szövegét is csak úgy lekérdezem, de azon végrehajtom a to metódust is, ezt is lefuttatom, és ennek hatására az fog történni, hogy előállítok egy új kontraktobjektumot, tehát a cél az a meglévő kontraktobjektumom, készítek egy újat olyan módon, hogy lemásolom az eredetinek a sign date legalábbis az arra mutató referenciát adom át, a sign it, tehát az aláírót is, és a szöveget azt viszont nagybetűsé alakítom. Itt most, hogyha nagyon óvatosak szeretnénk lenni, mert pedig érdemes valószínűleg óvatosnak lennünk, akkor itt a sign is akár e, lemásolhatjuk, mert itt ugye most csak átadjuk ugyanazt a sign date objektumra mutató referenciát. Ugye Azért hozok létre új kontraktobjektumot, mert ez immutábilis típus. Persze nem feltétlenül kell, hogy ez így legyen, tehát sokszor van az, hogy egy ilyen objektum, mint amilyen a kontrakt is, az nem immutábilis. Meg is mutatom, jó? Hogyha nem finalak ezek a mezők, és generálok még ide setter metódusokat is, alt-shift-s, generate getters and setters, azt mondom, hogy select all, most már vannak setter metódusaim is, amik állítják ezeket az értékeket, akkor itt a mainben sokkal egyszerűbben meg tudom úszni ezt az egészet, hisz csak azt kell mondanom, hogy pont .map c nyílt okán, és akkor azt mondom, hogy c pont, és lényegében meg tudom változtatni csak a szövegét ennek az objektumnak. Tehát használhatom például azt, hogy set text, és akkor lekérdezem az eredetét, case És ilyen módon, ugye, átállítom igazából az eredeti objektumon a, a szöveget. Ez nem túl szerencsés, mondjuk. Tehát az a legjobb, hogy ahogy a listánál is, az eredeti listát azt nem módosítjuk, úgy, amikor egy stream api végrehajt műveleteket, akkor jó, hogyha nem hajt végre módosításokat a meglévő objektumokon. Úgyhogy ezt csak szerettem volna megmutatni, de ezt visszavonom itt ctrl z és továbbra is immutábilis lesz a kontraktobjektumunk, és visszatérünk az eredeti megközelítéshez, vagyis ahhoz, hogy itt egy új kontraktot hozunk létre. Egyébként attól, hogy immutábilis egy objektum, megkönnyíthetjük akár ennek a módosítását is, mert csinálhatok itt is egy olyan metódust, és most miért ne, akkor meg is mutatom, hogy public contract, tehát kontraktot fog visszaadni, és hogyha azt mondom, hogy vid text, tehát ezzel a szöveggel, és akkor itt megadom azt, hogy string text, ez az új szöveg, akkor visszatér egy új kontrakt objektummal, ami olyan, mint a régi, tehát lekérdezzük a itt igazából lemásoljuk az eredetit. Tehát mondhatom azt, hogy new contract, és akkor this point, ugye először volt a aláírási dátum, az a sign date, aztán this signy, e, az volt az aláíró, és akkor ez pedig az új szöveg. Az nem a this point text, tehát nem az, ami itt van letárolva, hanem ez az a text, amit az Eclipse is kiemel nekem, amit paraméterváltozóként jön be, be a vid text metódusnál. Jó, tehát ilyen formán egy új kontraktot hozok itt létre, és akkor itt sokkal egyszerűbben mondhatom azt, hogy C. text és akkor lekérem a c-ből az eredeti szöveget, és azt nagybetűsé alakítom. És beformázom ezt az egészet. Tehát a map metódusnak ezt a lambda kifejezést adtuk át. Bemenetként ugye kap egy C-t, egy kontraktobjektumot, itt van kötelezően a nyílt ez pedig ugye a névtelen metódusomnak a törzs része, ahol használhatjuk a C-t, mint bemeneti változót, mint paraméter változót. és a C.vittext az előállít nekem egy új kontraktot, úgy, hogy lemásolja az eredetit, és a szöveg részét módosítja csak méghozzá arra, ami ennek bemeneti paraméterként van átadva. Ilyen formán a bejövő kontraktobjektumokat azt én nem piszkálom, hanem abból egy újabb kontraktobjektumot hozok létre, de úgy, hogy a textet, tehát a szerződésnek a szöveg részét, azt lecserélem csupa nagybetűsre. És utána a forics, mint lezáró művelettel, kiíratom igazából mindegyiket új sorba a standard kimenetre most lefuttatom ezt a programot, akkor láthatjuk az eredeti kiírátásokat, de itt van ilyen, hogy a szerződése csupa nagybetűvel, itt van mind az öt, és itt a végén láthatjuk, hogy szerződés szövege, második szerződés szövege tényleg csupa nagybetűs lett. Jó, tehát ez egy nagyon egyszerű példa arra, hogy a mepet, azt hogy tudjuk használni. Itt most kontraktobjektum jött be, és kontraktobjektumot is adott vissza a map. A következő példában szeretném megmutatni, hogy ennek nem feltétlen kell, hogy így legyen. Lehet, hogy egy, egyfajta típus a bemeneti érték, és egy teljesen másik fajta a visszatérési érték. Nézzünk most erre egy példát. Ezt kikommentezem, meg igazából ezt az előzőt is, meg ezt is. Jó, tehát amit hagytam, az csak a öt szerződésnek a kiíratása, és akkor ide írom a következő részt. Most azt szeretném, hogy a szerződéseknek az aláíróit szeretném kigyűjteni. Tehát, hogy kik azok, akik aláírták a szerződéseket. Ezek ugye person objektumok lesznek. A kontraktból tudom kinyerni, de ezek person objektumok lesznek. Tehát, megint a contractsból, mint 5 darab kontrakt objektumot tartalmazó listából indulok ki. Pont Stream ebből veszem az elemeket, átküldöm ezen a folyamon, és azt mondom, hogy meppeljük le olyan módon, hogy ha bejön egy szerződés, akkor annak lekérem a szájni mezőjét, és utána forítsa ezt a System.out printelem metódusnak átadom. Ha beformázom, nekem úgy van beállítva az Eclipse, hogy ezeket mind új sorba tördelje, ezt még egészen az elején a videósorozatnak, amikor indult, akkor megmutattam, hogy mit érdemes beállítani a formázásnál, de azt hiszem ez egy jó pillanat arra, hogy újra megmutassam. Hogyha azt szeretnétek, hogy a Ctrl Shift F-et, ha megnyomjátok, ami automatikusan beformázza a kódot, akkor ezeket a metódusokat, amiket a streamnél használunk, mindegyiket új sorba törje, ahhoz a következő beállítást kell elvégeznetek. Be kell jönni a Window Preferences menüponthoz. Itt van az Eclipse-nek az összes beállítása, és itt legegyszerűbb, hogyha rákerestek arra, hogy formatter. És itt sokfajta formatter találok, de van egy ilyen, hogy Java Code Style Formatter. Ha erre rákattintotok, akkor láthatjátok, hogy nekem itt egy A és K formatter van beállítva. Eredetileg a, az Eclipse built-in van itt kiválasztva, de hogyha a nyúra rákattintotok, akkor létre tudtok egy újat hozni kell neki egy nevet adni, én ezt, hogy A és K formatter, ezt a nevet adtam neki, és utána meg fog nyílni ez a felugró ablak, amit most nálam is láttok. Nagyon sok mindent lehet beállítani, hogy pontosan hogy is formázzon, de ami nekünk most érdekes, az nem más, mint... Most becsukogatom mindegyiket, jó, hogy lássuk, hogy mik vannak. Ugye valószínűleg alapból mindegyik be van csukva, és itt ami fontos számunkra, az a line wrapping, tehát a sortörés. Ezt nyissátok ki. Ez alatt van egy ilyen, hogy wrapping settings, ezt is ki tudjátok nyitni ezzel a kis háromszög Ez alatt van olyan, hogy... Hogy, hogy, hogy... Hmm, function calls. Igen, ez a metódus hívások. Function calls. És ez alatt van egy ilyen, hogy Qualified Invocations. És itt, hogyha itt igazából három lehetőséget lehet állítani, az első oszlopban van a Line Wrapping Policy. Hogyha ezt lenyitjátok ezzel a kis háromszöggel, akkor kiválaszthatjátok ezt az utolsót, hogy Wrap All Elements, Except First Element, If Not Necessary. És a második oszlopban ez egy ilyen bejelölhető gomb, ez pedig jelöljétek be. Ez azt jelenti, hogy force split, even if line shorter than maximum line width. Tehát, hogy mindenképpen új sorba kezdje, még akkor is, hogyha nem értük el a maximális szélességet, ami be van állítva így a szerkesztőben. És akkor az apply -ra kattintva és OK-ra okay kattintva, Apply and Close-ra kattintva elmentettétek, és utána a Ctrl-Shift-F-et, ha megnyomjátok, akkor már úgy fogja beformázni, hogy a streames stream hívásoknál minden további hívást ezt egy új sorban fog kezdeni, bizonyos indentálással. Na de nézzük meg, hogy működik -e ez a kód, amit írtunk. Ugye azt írtam, hogy contracts.stream, map, leképezzük a kontraktobjektumokat úgy, hogy bejön a kontraktobjektum, abból elkérjük a sign -it, tehát az aláírót, és ami most, a, ezek után ez a stream, ez már igazából egy, Person objektumokat tartalmazó stream. Ez már nem kontrakt objektumokat tartalmaz. Ugye ez még kontraktokat tartalmazott, ez a stream. Miután ezt a map műveletet végrehajtjuk, ez most már person objektumokat fog tartalmazni. Ugyanúgy öt elemű lesz, mint ahogy eredetileg 5 kontrakt objektumot is tartalmazott. Ugye mindegyiket úgy képeztük le, hogy lekérdeztük belőle a szájnyi mezőt. És utána egyszerűen ezzel a Terminal operation tehát lezárom művelettel lezárjuk. Ekkor kezdődik el igazából az egésznek a kiértékelése, és az eredményt azt adtuk meg, hogy írja ki a standard kimenetre. Ha lefuttatom ezt a programot, Ctrl-F11-el, akkor láthatjuk itt az öt eredeti szerződést, és utána kiírtuk ugye fixen ezt a szöveget a 76-os sorban lévő parancsal, hogy a szerződések aláírói és itt pedig látható az az öt objektum, aki ezeket a szerződéseket aláírta. Jó, tehát a map az ilyen formán is használható. Természetesen, amit korábban tanultunk, a filter metódus, mint köztes művelet, és a map, azok kombinálhatók egymással. Most először szeretném megmutatni azt, mi van akkor, hogyha még egy mapet itt meghívok itt már ugye person objektum jön be, úgyhogy P-vel is jelzem, és mondjuk itt azt szeretném, hogy lekérem csak a nevét az embernek. Innentől ez ném objektumokat tartalmazó lista lesz, stream lesz, aminek minden elemét kiírjuk a standard kimenetre. Ha megint lefuttatom, akkor a szerződések aláírói, láthatjuk, ezek most már tényleg csak a nevek, de az egész előtt le tudom mondjuk filterrel szűrni, ugye itt egy predikétet kell megadni, tehát egy olyan funkcionális interfésznek megfelelő lambda kifejezést, ahol ugye bejön egy szerződés, és meg kell adnunk, hogy mikor false, mikor true. Amire, amikor true-ra értékelődik ki, az az, ami a streamben benne marad, minden más az fennakad a szűrőn, és nem jön tovább a folyamon keresztül. Mondjuk mondhatom azt, hogy azokat a szerződéseket szeretném, amiknek a az aláírási éve az 2000 előtti. Jó, tehát C pont, get date, get year, az kisebb, mint 2000. Tehát először, lesz, először is létrehozok egy streamet, leszűröm ezt az ötelemű listát, ugye ez most már egy stream, ami adogatja nekem az elemeket, Először is leszűröm úgy, hogy csak azok maradjanak benne, ahol az aláírási év az 2000 előtti. Ami megmaradt, azoknak lekérdezem az aláíróját, és az aláíróknak a nevét, és ezt kiírom a standard kimenetre. Nézzük meg, hogy mi lett így az eredmény. Kettő darab maradt. testelek és horvát Jánő. És ha szeretnénk ellenőrizni, akkor láthatjuk, hogy tesztelek az aláírója, az első szerződésnek, ami 1999-ben lett aláírva, az valóban 2000 előtti. A másik pedig Horváth Jenő, az a második. Ez 1989-ben lett aláírva, ez is helyes. És ezek ugye nem kerültek bele az eredménybe, mert ez mind 2000 után lett aláírva. Nem igaz az, hogy az aláírásnak a dátuma az 2000-nél kisebb, mert ugye ez 2000-rel megegyezik, ezek meg utána vannak. Úgyhogy ez csak az első kettőre igaz. De akár azt is meg tudom tenni, miután a mappeléseket elvégeztem, hogy még egy filtert meghívok, és itt azt mondom, hogy itt már ugye név objektumok vannak, hogy ezek közül csak azokat szeretném kiírni. Most ugye mik is maradtak? testelek, elek, meg horvát jenő. Csak azokat szeretném kiírni, amik mondjuk egy ő betűt, hosszú, kicsi őbetűt tartalmaznak a vezetéknévben, Tehát azt mondom, hogy get last name contains, és akkor megadom azt, hogy egy ő betűt tartalmaz. És ha megint lefuttatom, akkor egyiket se adta vissza, mert nem a vezetéknév, hanem a keresztnév tartalmazza az ő betűt, Horváth Jenő, ugye ez a keresztneve. Jó, tehát ilyen formán még ezt, ezt, a listát is, vagy ezeket az elemeket, amik még a streamben maradtak, ez a két name objektum, még azt is leszűrtem, és most már csak egy ném objektum maradt, és a for each az most már csak ezen az egy, egyiken fut le. Felmerülhet a kérdés, hogy mi történik akkor, hogyha mondjuk x, azokat szeretném kiíratni, amik x betűt tartalmaznak, ugye ez úgy fogja leszűrni az egész, az összes elemet, hogy egyikbe sincsen x betű most, hogy egy sem marad, de hogyha egy sem marad, akkor vajon a system out printelen, mint konzumer el tudja elfogyasztani ezeket, vagy hibát dob. És úgy valósították ezt meg, hogyha megnézitek, hogyha lefuttatom, akkor nem dob hibát. Tehát, hogyha nulla elem marad a streamen belül, és azon forítsal megyek ezen a nulla elemen, akkor az nem dob hibát, csak nem csinál semmit. Ez teljesen természetes, hogy esetleg egy ilyen dolog előfordul, hogy valamilyen szűrést végrehajtunk a streamnek az elemein, és többé nem marad elem a streamben. Ilyenkor ezt a foríts egyszerűen csak átugorja, és nem csinál semmit. Jó, ezt is érdemes tudni. Erre majd még visszatérünk később az optionalnak a kapcsán. Mindenesetre most akkor láttunk példát arra, hogy hogy tudjuk a mepet, mint köztes műveletet használni. Akár többször is meghívható, hisz ez egy köztes művelet. Ugye ellentétben a lezáró műveletekkel, mint a for each, amit csak egyszer a végén tudunk meghívni. A mepet az egy köztes művelet, és többször is meghívhatjuk. A filterről is megnéztük, hogy az is egy köztes művelet, és többször is meghívhatjuk. Számít a sorrend. Tehát itt először kontraktobjektumokat szűrünk le, hogy csak azok maradjanak meg, amiket 2000 előtt írtak alá. Utána leképezzük a kontraktobjektumokat person objektumokra lekérdezzük az aláírókat. Utána egy újabb leképezést hajtunk végre, a person objektumokból lekérdezzük a name objektumot és ami így eredményeződött, egy olyan stream, ami némobjektumokat tartalmaz, ezt leszűrjük úgy, hogy ha a némobjektumnak a kereszt név része, az tartalmaz egy ő betűt, akkor benne marad a streamben, különben kidobjuk, és minden elemre, ami maradt, azt odaadjuk igazából a System.out.print-elennek, mint konzumernek, ami olyan formán fogyasztja el ezeket az elemeket, hogy kiírja a standard kimenetre, de nem ad vissza semmilyen eredményt printelennek nincsen visszatérési értéke. És ha ezt lefuttatjuk, ezt a kódot, akkor láthatjuk, hogy az öt szerződés objektumból végül egy darab string lett, vagy hát igazából ez egy name objektum, és ezt a name objektumot iratjuk ki, aminek meghívódik a toString metódusa, és így előáll a horvát jenő, mint név. Ez az egyetlen, ami megfelelt mindennek, vagy a, amit eredményezett ez a két szűrés, meg két meppelés. Jó, szóval a map az egy nagyon alapvető és egy nagyon fontos művelet a stream -apinál. Mindenképp javaslom, hogy gyakoroljátok kicsit hasonló példákon keresztül, hogy különböző módon leszűritek ezeket a kontraktokat, különböző féleképpen leképezitek és megnézitek, hogy mit eredményez. Ez egy nagyon alapvető és nagyon gyakran használatos köztes művelet. Legközelebb egy másik műveletet fogunk megnézni, van még néhány fontos, ami amit érdemes így ismerni fejből. Az összes többit persze a javadokból ki lehet majd olvasni. Jó gyakorlást kívánok nektek a jövő hétig, és akkor innen folytatjuk. És ezzel a mai rész végéhez is értünk. Köszönöm szépen figyelmed! Mint mindig most is várom kérdéseidet és észrevételeidet a videó alatt komment formájában, vagy a premier vetítés alatt, akár a chat ablakban. Ha tetszett ez a rész, akkor kérlek hozd meg, ne felejtsd el megnézni az előző heti részem, ahol a Stream api a bevezető műveleteit néztük meg. Nézd meg ezeket a videókat is, és iratkozz fel csatornánkra, hogy még több programozással kapcsolatos tudásra tehetsz szert.